kap, ugye, mint ezt fölmostak? Fölmostak, igen. Mindjárt, várjatok egy kicsit, nekeményebb vagyunk. Izguljanak picit. Esőgő. Nem tudom, hogy zárva van, de nem is lényeg, hogy zárva van, vagy nincs zárva. Mert ugye minket nem szabad érdekelni, hogy a bank zárva van, nem? Persze jobban örülnénk, hogyha most már örökre bezárnának. Üdvözlöm, jöttünk plakátolni. Majd még meglátjuk, hogy egy intézni is jövünk, egyelőre plakátolni fogunk. Mindenki akar. Tele lesz ismét azokkal a plakátokkal, amit korábban tettünk, hogy ezek uzsorások, gyilkosok, és csak olyat állítunk, ami igaz is. Ugye néhány hónappal ezelőtt, mielőtt a Csányinál is eltöltöttünk néhány napot, itt dekkoltunk itt, ahol most éppen a kukák vannak, itt csöveztünk éjszaka. Nagyon hatásos volt, nagyon sokat vitt előre az ügyünkön, mert látták, hogy komolyan gondoljuk, és látták, hogy meg tudjuk csinálni. Épp idefelé, ahogy jöttünk az úton, arról beszélgettünk, hogy itt van ez a nagyjából 20 ember, aki főállású demonstrációnak lehet mondani, akinek nincs éppen munkahelye, nincs fontosabb dolga ennél, hanem az a legfontosabb dolga, hogy ezt a mocskot, ezt rendbe tegyük. Én nagyon örülök neki, hogy itt vagytok, és gratulálok mindenkinek, köszönöm a bátorságotokat, mert ehhez valóban bátorság kell olyat tenni, amit az emberek többsége nem tesz meg. Amit ők vagy nem mernek, vagy lusták hozzá, vagy úgy vannak vele, hogy majd ezek itten kikaparják a gesztenyét. Azért azt mindenképpen üzenem nekik így itt a kamerákba, hogy ilyen azért nem nagyon lesz, sőt a rendőrségi kamerába is. Nem nagyon lesz ilyen, hogy majd kikaparjuk, mert amíg nem mozdulnak elég sokan, addig igazi nagy átütéstő erő nem lesz. Legyen ez inkább, amit csinálunk, példa a többi embernek, példa arra, hogy meg lehet tenni. Szabad ilyet csinálni. A vélemény nyilvánítás az egy olyan alapvető emberi jog, amit még egy ilyen diktatúrában, ami most Magyarországon van, egy ilyen diktatúrában sem tudnak elvenni. Nem tudják elvenni, mert a véleményedet kimondhatod. Ha ez a véleményedet ki kell tenned valahova, akkor kiteheted. Egy a lényeg, hogy ne okozzál kárt. Vagy ha kárt okozol, akkor fizess ki. Ez a kár ne legyen annyira nagy mértékű, hogy le tudjanak csukni miatta, vagy ha igen, akkor vállald ennek a következményét. Tehát csak akkor lesz előrejutás ebben az országban, ha vállaljuk a következményeket. Következményvállalás nélkül nem fog menni, ugyanis ezek a mocskok nem fogják ingyen adni. Nem fogják olcsón sem adni, hiszen olyan szinten bele vannak már betonozódva ebbe a fene nagy jólétbe, amit a mi uzsorázásunkkal ki tudtak maguknak harcolni, vagy nem harcolták ők, hanem kicselezték, hogy ezt már nem akarják odaadni. Foggal körömmel ragaszkodnak hozzá. Minél keményebben rángatjuk a bajszát az oroszlánnak, annál keményebben fognak visszaharapni. De amikor majd azt eltűrjük, hogy bármekkorát harapnak rájuk, rajtunk, még mindig tépjük a bajszát, akkor az a bajusz ki fog esni. És egy bajusz nélküli oroszlán, az meglövi. Nem kell hozzá nekünk megölni az oroszlán, elég, ha az összes bajszát kitépjük, és bele fog dögleni. Ezt kell tennünk, és ezt fogjuk most csinálni. A mai napon a bejárati ajtók is játszanak, a bejárati ajtókra is fogunk plakátot ragasztani. Nyilván, ha valaki szeretne bejutni, hogy kiposszák, abban őt ne nagyon akadályozzuk meg, hagyjuk, hogy menjen, de mindenképpen rakjuk tele az OTP-t, kezdjük ezzel a bankkal. Józsinál vannak a plakátok és a ragasztók, van, akinél van kisolló, úgyhogy lehet is kezdeni, jövök én is. Hello, szia! Akasz? Hallod, ezek olyan elszánt emberek, hogy itt még aztán is tudom a dolog. Kezdjük mindjárt a bejárat. A bankok tudtak az árfolyam emelkedésről. Szemüvegem, állj!
Na mert hogy nem, nincs pénzem új szemüvegre. Ha a járókelőket, hogyha nem adom a házam, mondom, a paplokát látják, látják. Hogy? A paplokát látják. A hitelkáros utak figyelmét arra, hogy ezek a bankok, jó. Olyan mértékű tanácsokat követtek el, de egy tanácsorozattal már nemzetgazdasági tényezővé váltak, hogy nemzetgazdasági kockázatot jelentenek. Ezek a bankok azok a bankok, akik az ügyfeleknek nem hajlandók kiadni olyan okiratokat, amelyekkel bizonyítani tudnák, hogy ők valóban devizahitelt adtak a hiteleseknek. Egyetlen egy Magyarországon állomásozó külföldi bank sem tudta még idáig igazolni számukra a valuta átváltást, azaz nincsenek a hitelek mögött egyénekre szóló konverziós okiratok. Innentől kezdve ezek a bankok nem csak, hogy becsapták az ügyfeleket, hanem elkövették a számítani törvényekbe ütköző csalássorozatot is. Még mindig az a problémám, hogy a feljelentéseinket lesöplik az asztalról, elutasítják, és érdemben nem foglalkoznak vele. Azt látjuk, hogy Magyarországon jogházáiban van az állampolgár, nem működik a jogállam. Az elmúlt időszakban egyre több bíró kezdi megérteni azt, amit közvetítünk feléjük, és egyre több olyan per van már, amelyik első fokon, sőt másodfokon is a károsultak javára döntött. Az elmúlt időszakban előtérbe került még az OTP mellett a Lombard Leasing Zrt., melynek a szerződéseit a szegedi ítélőtábla semmisnek nyilvánította. A semmis szerződésekre jogot alakítani nem lehet, ennek ellenére a Lombard és a velük szervezésben lévő behajtó társaságok, melyek képviselnek, sok szó lopják el a hitelesek autóit, hamisítják meg az autóknak a többségét, és adják el az autókat áron aló. Nem egyen esetben kértük a nyomozó hatósági szerelőzés segítségét, sajnos a rendőrség rendkívül szerint, pedig a rendőrség szerint előírtak szerint bármikor megtehetnék, hogy az általunk jelzett, bemutatott iratokkal igazolt kapott autót megfoglalják, megakadályozzák az autónak a további értékesítését. Nagyon király volt. Határozott követelésünk volt, demonstráció a hogy ott van a rokok tartom, akkor a rendőrségeknek autót lehetne foglalni, akkor mind addig, ameddig bírósági döntésnek nem tudjuk tisztelni, de rendőrségeknek tárolja az autót. Melyik autót? Nem értjük, hogy miért nem működik Magyarországon a jogrendszer. Az én kertemben lenne egy lopott autó, és valaki azt jelentne a rendőrség felé, 5 percen belül ott lennének és elvinnék az autót. Visszatérve az OTP Bankhoz. Az OTP Bank nem csak a devizahitelekkel csalt, hanem csalt az eltűnés megtakarítás, vagy valamint megtakarítású hitelekkel is. És mindezeket a tényeket, amiket az ügyészségben már a civil érdeklődő szervezetek jogi szakemberei számoltak, beadványokban, feljelentéseken az ügyészséget leköpött az asztalról. Ez, hogy itt a bankot lepakásoljuk, és megpróbáljuk a rálamkerül bankjárni arra, a magyarországban a rálamkormány ellenállás, mert egyébként is megfunkulált a kormánya. Ez azért nem tűnt, mert nem tudom, hogy én nem tudom állni, hogy a rendszerek vagyunk,
meg egyébként nem hoztuk azt, hogy a meglévő törvényeket ellenünk felhasználva alkalmazzák. Akkor, amikor Pécsen és Szegeden egy bíró, egy ugyanazon a szerződésben kettőséget érkezik ki, hogy lehet az, hogy Debrecenben egy másik bíró ugyanolyan szerződés, az ugyanolyan törvények alapján pedig egy másfajta ítéletet volt. Tehát ez a legnagyobb probléma a Magyarországon, hogy a jogalkalmazás nem működik. A jogalkalmazó szervek nincsenek tisztában a saját lehetőségeikkel. Vagy libáérzették a diplomájukat, vagy megvásárolták őket, és pénzért cselekszenek úgy, ahogyan cselekszenek. Tájékoztatásról el szeretném önöknek mondani, hogy aki abban a hitben van, hogy az OTP az egy magyar bank, az nagyon nagy tévhitben van ma. Az OTP valamikor egy tisztességes magyar pénzügyi intézmény volt, de ma már több mint 70%-ban külföldi tulajdonban áll. Azt mondja a kormány az elmúlt egy éves kommunikációjában, hogy megsegítjük a devizahiteleseket. Kifejezetten tiltakozunk ezen a kifejezés ellen, mert a devizahiteleseket nem kell megsegíteni. A devizahitelesekkel szemben csak a magyar törvényekben legyen paragrafusokat kell alkalmazni, és akkor a devizahitelesek, de legtöbb esetben még a forint hitelesek is a bíróság előtt tudnak rendezni jogviszonyukat a károkozóikkal szemben, és a károkozók pedig kártalanítással lennének kötelesek a hiteleseket rendezni. Úgy, ahogy ezt megtették más külföldi államokban, ez Magyarországon nem tud megtörténni, és több mint valószínű, hogy azért nem, mert a politika keményen összefonódott ezzel a bűnöző bankvilággal, egy ökvendős rendszerekkel. Nagyon sok példát látunk mostanában arra, hogy hogyan bánnak le azokkal az emberekkel, akik nyilvánosságra hoznak olyan dolgokat, ami az ő bűnöket takarja. Sajnos olyat is tapasztalunk, amikor maga a hatóság, a nyomozó ügyészség próbálja takarni ezeknek a nyakkendős gengszereknek a büntetét. Nem fogjuk hagyni, és mindig, mindenkor amellett leszünk, hogy beletárjuk a tényeket, bár a gyoknyomozás nem egy könnyű feladat, sokszor betonmaradba ütközünk, de meg fogjuk találni azt a részt, amin keresztül azok az információk és valós információk kerülnek a kezünkbe, amivel tájékoztatunk a károsultakat, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy jogalmokban érvényesítjük. Most már odáig jutottunk, hogy látjuk, hogy az elkövettek alapossággal szemben, és Magyarország
úgy látjuk az OTP bankfiók jól teljesítve, a ügyfélhallgalma, semmi gond nincs ebben, hiszen a bankok azért vannak, hogy ügyfeleket szolgáljanak ki. Természetesen van egy kritérium, a tisztességes ügyfélkiszolgálás, a tisztességes ügyfélkezelés, a tisztességes szerződések, amik garantálják a pénzügyi szektor tisztességes működését. Sajnos Magyarországon az elmúlt 10 évben ilyennel nem találkoztunk. Követelésünk, hogy a nyomozó hatóságok és az ügyészségek ne söpörjék le az asztalról a beadványainkat, vizsgálják ki ezeknek a bankoknak az államfutását, mondják felelősségre a felelősöket, és mindaddig, amíg ez nem történik meg, állítsák meg a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat. Az elmúlt két évben több mint 10 000 családot lakoltattak ki az utcára, a rendvédelmi dolgozók segítségével. Sajnos most már több mint 4 000 halálos áldozata van a hitelcsapdában. Ez a hitelcsapda nem csak a deviza hitelből keletkezett, hanem abból, hogy az emberek úgy ellehetetlenültek, hogy már a közvetlen számláikat sem tudták utazni. Hiába teljesítettek mondjuk a bankjukra mi rendesen, a túlterhelt havi részletekkel, ennek következménye ok és okozati összefüggésben az volt, hogy félretették a közüzemi csekkjeiket. Majd a közüzemi csekkjeiket beszervezték a tulajdoni lakjaikat, és ezért a bank felmondta velük a szerződést, és ezért rakták ki őket az utcára. Tehát hiába fizették a banknak félelemből az uzsora kamatos hiteltörlesztőt, a bank mégis elvette az otthonukat. Egy egészséges társadalom alapja van a család. A család megélhetési formája mindenképpen egy otthon. Egy kis otthon, ami lehet 32 négyzetmétertől akár 90 négyzetméterig, de az egy családnak a felelősség szentélye, és ha ezt elvetjük, akkor megváltozik a gyermekek fejlődését, ami eleve ütközik a családjogi törvénybe, és sajnos minden egyes végrehajtásnak ez a következménye. És amíg ezt nem látják át, azok a végrehajtó szervek, akik a végrehajtásokat önös érzekből mindenféleképpen végrehajtják, addig Magyarországon a rengeteg a sérült gyermek és sérült felnőttek. És akkor csodálkozunk azon, hogy az országban most már közel 1 millió fiatal elment, elmennek a diplomásaink, akik itt tanultak, a tudásukat máshol kell kamatoztatni, majd ötlétbúhat és okozott értekintésből kifolyólag, sajnos ez odáig fog vezetni, hogy Magyarország szellemi kapacitása teljesen leépül. Akkor, amikor Magyarország szürke állománya, a szellemi kapacitása világhírű. A magyarok adták a világnak a legtöbb értékes feltalálót, a valódi találmányokat, melyeket ma is itt az utcákon látunk, és itt szaladgálnak mellettünk, ugyanis a gépjárművek és azokhoz kapcsolódó találmányok, melyeket magyar feltalálók hoztak létre, nem lennének itt mellettünk az utcán, ha ezek az emberek nem lettek volna. Nem működnének a villamosok, az elektromos vasutak, hogyha nem magyar feltalálók tették volna le az asztalra mindazt a tudást, amivel ezt az országot gazdagítani kívánták. De sajnos a nagy tőke ezt is ellopta, mint minden, és ma már egyszerű hétköznapi szürke emberek életét akarja ellopni. Hát ezért vagyunk itt, ezért plakátolunk, és nem fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen végérvényesen. De még nem, most várjál, még gyerültünk. Hol van, hogy meg egy hívba? Jó.
megnézitek! Igen. No, akkor itt az OTP, ha megnézitek, akkor elég kemény állapotban van. Rajta van minden. Ha itt eljön egy járókenő, és végig volna, egyrészt nem tudja, hogy van, így van. Másrészt meg... Újra, hogy húzták be az ügyfelet? Igen, így rángatják. Úgy, mint annak idején a devisza hiteleseket. Valamilyen maga mindenképpen bent van a hitelt, jó lesz ez neked. Nem lesz rosszabb, sőt jobb lesz, belépünk az EU-ba, meg egyébként is az árfolyam az csökkenni fog, a kamatok csökkenni fognak, és milyen jól fogtok járni, ezt az ügyfelet már el kellett kapni és be kellett lángatniuk. Hát ilyen ez a bank. Ő még nem tudja, hogy mi vár rá, most lehet, hogy bement gyanútlanul bármit intézni, és 5 év múlva itt fog majd skandálni, majd akkor eladom neki használta ezt a gömbit, bár lehet, hogy addigra olyan értéke lesz neki, hogy muzeális érték lesz, és hatalmas ereggel, de majd legfeljebb segítünk neki, hiszen figyelmeztettük, kiírtuk oda, hogy ne menjen oda be. De ő bement, ez a zöld oldala. Eljön itt egy járókelő, és végigolvassa, hogy mi van odaírva, össze tudna rakni belőle egy keresetet a bíróságon, és el tudná dönteni azt, hogy itt ő ne intézzen semmilyen ügyet. Ugye az ügyintézők, akik parancsra tették, hogy átverték az embereket, ők maguk sem tudtak róla, mint ahogy nagyon sokszor, amikor ott állunk egy kilakoltatáson, a rendőrök is parancsra teszik azt, hogy bekísérik a végrehajtót. Nagyon remélem, itt most ugye a készenléti rendőrség, akivel lehet, hogy össze fogjuk kötni a bajszunkat majd valamikor májusban, jól gondolják meg, milyen parancsot teljesítenek. Ha májusban önöket kiküldik, akkor menjenek el szabadságra. Ne tegyék meg még egyszer azt, hogy mondjuk ott a Györgyike, ha egyszer megnézik a rendőrségi videókat, amikor éppen tépik cibálják ki a sorból, vagy bármelyikünket, akár az Ilonkát, vagy a többi hölgyet, aki közöttünk van, mert mindezt jogtalanul egy csalásra alapítva. Ezt nem szabad megtenni a rendőrségnek, a végrehajtó, ha el akarja venni a házat vegye el, ha tudja. Hát mi az, hogy a rendőrség ehhez neki segítséget ad? Ezt nem szabad megtenni, hiszen a bíróságok sorba döntenek úgy, hogy ezek a szerződések semmi sem. Nagyon vigyázzanak, csalók, vegyék ki a pénzüket onnan, ezek nagyon mocskok. Kiírtuk azt is, hogy a bankok csaltak. A bankok csaltak, jogilag is csaltak, tévedésbe ejtettek, és tévedésben tartottak minket. Tartanak a mai napig, mert nem hajlandó semmilyen adatot kiadni, és ha véletlen kiadnak, mint ahogy Zsókának is kiadták az adatokat, három különböző elszámolásban, három különböző összeg szerepel, és oldalanként sem stimmel, és ha így összeadjuk, sem stimmel, meg ha úgy összeadjuk, sem stimmel, tehát valamiket így nyomtatgatnak, vagy írogatnak, aminek semmi köze a valósághoz. A bankároknak el kell kobozni a vagyonát, ha ma Magyarországon az összes oligarha vagyonát elkobozzuk, akkor ki tudjuk fizetni az államadósságot. És egy szabad ország vagyunk. El kell tőlük venni. Miért ne tehetnénk meg? Hiszen elvették az emberektől, mint ahogy ugye Viktorunk azt mondta, hogy ezt nem a mi pénzünkből építette, hanem összeadták az oligarchák, akkor ezt az oligarchák meg megkapták a mi pénzünket, hogy kizsákmányolhattak szabadon minket, és persze innentől kezdve már valami könnyedén nagy lelkősködnek. Tehát ezt sem szabad hagyni. A bankok tudták az árfolyam emelkedést, ez volt a biztosíték a profitjukra, tehát teljesen egyértelmű, hogy ebben benne van, és ugye a fél bankvilág terrorista, mondta ezt Lévei Anikó, a miniszterelnök felesége. Hát azért higgyünk már a miniszterelnök feleségének, nem? Hát ha ő azt mondja, hogy ezek el akarják vágni a torkát a férjének, hogy higgyük el! Na most ezt csak egyébként a nyomozóira nem hiszi el. Nem hiszik el, azt mondják, azzal, hogy elutasították, Lévei Anikó hazud. Hát jó lenne, hogyha lenne már annyira tökös a miniszterelnökünk, hogy oda megy és azt mondja, hogy mi az, hogy ki hazugsággal vádoljátok az én feleségemet. Ha valaki az én feleségemről azt mondaná, hogy hazudik, akkor minimum pofát vernék. De lehet, hogy kapna más egyéb dolgot.
akkor a miniszterelnökünk hát, nem egy tökös legény. A mi miniszterelnökünk puha pöcs. Ezt megmondtuk már, amikor ott voltunk az ő házánál is. Hát bizonyítsa be, hogy nem. Vigyázzon, becsapják! Nagyon-nagyon vigyázzon! Nagyon vigyázzon! Hát a rögt kézzel jönnek köszönöm, hagyja, csak nem tudtad elvinni, mert ebben van az akkumulátor. Ugyanis a szegény devizásoknak nincs pénze, de állandóan elemre akkumulátort forgatjuk fel, amit egyébként a szegény devizások adtak nekünk akkumulátorokat, és ezeket töltögetjük föl, és ebből tudunk itt hangosan beszélni. Még egy szegény ember, akit be akarnak csapni. Igazán tanulhatnának ebből az emberek, hogy ugye több millió embert átvertek, és mindenképpen át kellene ezt gondolni, hogy a bonfokkal csak óvatosan. No, átmegyünk a Rafihoz. A Rafinál annyi figyelmeztetést adtak, hogy ha a nyíló ajtóra rátesszük, az a nyíló ajtónak leéghet a motorja, és akkor nagy kárt okozunk. Tegyük azt meg, hogy a nyíló ajtóra nem teszünk, de mellette az állót, ami álló szállja, azt meg nyomjuk jól tele. Tehát azaz, ne sporoljunk, és a többi ajtóval is. Átmegyünk oda, megint csak odaadom Istvánnak a hangszarot, amit én fel plakátolok tovább, és ott a Rafinál beszélünk, megvárjuk, amíg zöld lesz, mert ugye mi törvénytisztelő állapotban vagyunk, úgy megyünk, ahogy azt kell.